A karácsonyfa díszeket adunk el, és a 50 dinár, és ez szebbé teszi a karácsonyfát. Érdekesen lettek megcsinálva, kérdeztem is a barátaimat is, nehezen csinálták meg, szóval érdemes venni. Napköziség játékára mennek a pénz. A palicsi tanulók által készített karácsonyi meglepetéseket vásárolhattak az ünnepi műsor előtt a vendégek az iskola épületében. A Palics Magyar Kultúra Egyesület szakcsoportjai énekkel, verssel és tánccal készültek. 10 vagyunk a csoportban, 12 dal készültünk, karácsonyi dal mind. Van egy karácsonyi köszöntő is. A legfiatalabbak mellett az idősebbek is régóta készülnek a műsorra. Hetente kétszer van próbánk, kétszer, kedden és csütörtökön, és olyan másfél-két óra hossza. És hát ez elegendő ahhoz, hogy begyakoroljuk. A karácsonyi műsor végén ajándékcsomagokkal lepték meg a legkisebb fellépőket a szervezők. A gyerek számára úgy gondoljuk, hogy talán a játék és az édesség az, ami a legkedvesebb. Minden évben igyekszünk, hogy a Női Fórum palicsi helyi szervezete is hozzá tudjon járulni az ajándékokhoz. A VMS Női Fóruma és a Művelődési Egyesület a nézőket sem hagyta üres hassal távozni. Házi készítésű süteményekkel vendéglették meg a nagy értelmét. Köszönöm szépen!